szavaztok. Zörög még a fejetek a videótól. Tudom, most kicsi a környezet. Nem olyan nagy, mint szokott lenni. Most személyautóban vagyok, mert tankoltam pénteken, amikor megjöttem. Letettem a farzsebembe a telepi tankolókártyát. Úgy ott is maradt. Amikor a balfasz faktor az legegbe száll. Jó, hát ki van fizetve végül is, jogos, vonaltól vonalig az ő adófizetéséből, adójából, mit tudom én, abból épült, na. Ja persze, mert a csajjal van elfoglalva. Ahhoz, hogy a vezetése van centrál. Na mindegy. Ja, úgyhogy ennyi. Megyünk vissza, visszük a telepi tankolókártyát az autóból. Hála Istennek, balfasz faktor az egekben, mondom. Hát komolyan én már hülyét kapok. De mindegy. De valahogy kibírom, hogy vezetni kell, jó? Szegény én. Le kell nyomni majdnem 500 kilométert. Vagyis elvonási tünetem volt két nap után. Nem vezethetek. Ember elején meg megyünk nyaralni. Horvátiába. Nem tudom, azon gondolkozok, legyen-e arról napi témájú az én videó. Na, legyen. Ott aztán nem lesz kamion, úgyhogy be kell érnetek akkor is ilyen kis helyi környezettel. Basszus, nekem meg mentem egy napot az autópályán ezzel az autóval. Jó, tudom, kamionnal is ott szoktam közlekedni, csak hogy azért élvezi az ember, hogy végre nem csak 90-nel mehet, hanem 110-et is. Akár többen nem nagyon szoktam mondani. Aztán úgy benne maradt a bugi a lábamba, azt most így mindenhol megyünk a bugi. Nem kéne. Lesz videó, kész. Azokról is. Napi szintű. Persze csak amit így vállalni lehet. Meg ugye mit a YouTube irányelveit sem sérti. Azokról lesz. Nem sok mindent fogok tudni folytatni, szerintem. De valami menőt. Valami szalonképeset. Meleg van, mi? We'll be right back.
Nem megyek nagy páriba leadni a... Mi ez? Menetokmányok. Mondjad már! Az, menetokmányok. Olyan, mi van. Jaj, eltől az iPhone! Eldől! Állj meg! Vezetés közben ezt kéne baszkodálni. De jó, még a pofámba is belesítenem. Na, mindegy, szóval megyünk nagy pályába lenni, mert mindig a pofányokat, menet baszásokat. Igen, szőrös a pofám, tudom. Szép vagyok. De úgy voltam vele, hogy szórja le. Úgy se kell tetszenem senkinek. Na hát ennyi volt nagy páli. Pici telephely. De ez a harmadik. El kell megkörülni, olyan már egy. Mindig elmentek. Megyünk, mint az állat. Öcsém! Cuppany már ide be! Meg lett takarítva az út is. De menő! Most már milyen sötét van. Éljen el. Szóval pici telephely. Most éppen egy kamion sem állt be. Ez mondjuk csodálkoztam. És ilyen madárcsicsergős erdő. Ilyen. Látod? Ott. Édes Istenem! Valamit te ki kell találsz. Bejebb azt ki nem is fest, felújították ezt a nagykádi üzét, kereszteződést itt a 74-esen. Szerintem bejebb kellett volna rajzolni a stopptábla vonalát a erdőbe. Nagyjából.